A kiscsákói kastély jövőre lesz 150 éves. Történetéhez hozzátartozik Batthyány Ybl Gejsz neve. És történetében 2013-ban új fejezet kezdődhet. A mára elhagyatott romos épület falai még masszívan állnak. A főpárkány alatt nyomokban látható a virágos, alakos díszítés. De a tető életveszélyes, talán már az idei első hó súlyától összeomlik. 1864-ben Ybl Miklós terve alapján építették át a kiscsákói vadászkastélyt. Az egykor szebb napokat látott épülettel korábbi tulajdonosa halála óta senki nem foglalkozott, így mára siralmas állapotba került. Az épületben óvatosan, a fejünk felett megrodgyant tetőt folyamatosan kémlelve lépkedtünk. Menthetetlen ez a tetőszerkezet, de itt körbenézni gyakorlatilag mindenhol pusztulást látni. Ő Varga Miklós, a leendő új gazda, aki körbevezet a vadászkastélyban. Egy évig kutatta az előző tulajdonos külföldön élő örököseit, végül kitartása eredményesnek bizonyult. Még az idén megköthetik az előleggel erősített üzletet, és a Budapest helyett megyénket választó Varga lehet a kastély új tulajdonosa. Kastélyt szeretném magántőkéből és egyéb állami forrásokból felújítani, és eredeti rendeltetésének, vadász kastélynak és falusi turizmus keretén belül vendégszállás kialakítását szeretném itt tervezni. Most már elkezdtük az állapot megóvó intézkedéseket. A kastély műemlék, így nem mindegy a hogyan, és persze a miből sem. Varga Miklós az önerő mellett pályázati forrásra is számol, komoly anyagot készít, hogy jövőre állami és uniós összegeket fordíthasson a kiscsákói kastély életre keltésére. Korhűnek szeretném, annyira nem ismerem az épületnek a történelmét, és ezt majd a történészek és a tervező tervezési munkák befejeztével fogom látni, hogy fog kinézni. Mert nekem az a lényeg, hogy korhű legyen, szép legyen, és megfeleljen a rendeltetésének. Azon belül, hogy épp a falak milyen színűek, hány helységből áll, nekem teljesen mindegy. Hogy korhű legyen, abban az örökségvédelmi hivatal mellett szakemberek sora segíti majd az új gazdát. Jelenleg az épületen állagmegőrzést végeznek és rendezik a környező területet is. A források tükrében aztán elkezdődhet a kiscsákói kastély felújítása. Azt szeretnénk elérni elsősorban, hogy megközelítőleg 3-4 év múlva már itt egy rendezett parkos erdős terület legyen, és mellette a kastély felújítását is szeretnénk addigra már befejező szakaszban látni. Most még meglehetősen romos állapotban van a kiscsákói kastély, de 3-4 éven belül felébredhet Csipke Rózsika álmából. Varga Miklóst felújítási tervei kivitelezésében a Békés megyei történészek, vadásztársaságok és hivatalnokok is segítik. 3-4 éven belül a nagy közönség újra a régi fényében láthatja a kiscsákói kastélyt.